Sziasztok! Mi vagyunk a Peace Builders projekt, ami a LEGO megbízásából 5 szervezet együttműködésével azért jött létre, hogy játékot és élményt vigyünk azoknak a gyerekeknek, akik az ukrán-orosz háború miatt kényszerültek elhagyni az otthonukat. A jégtörő játékok egyik legegyszerűbbike, amikor egy tapsot kell körbeadnunk. Ehhez nem kell más tennünk, mint hogy először elindítunk egy tapsot balra. A feladat csak annyi, hogy akinél éppen a lehetőség van, továbbadja a következő embernek, és így tovább, amíg körbe nem érünk. Hogy valóban menjen a játék, és tényleg megtanuljuk a dolgot, ezért ugyanezt megcsináljuk jobbra is. Szuper, ugyanez a feladat a másik irányba is. Annyit tegyetek meg, hogy egy kicsit forduljatok afelé, akinek éppen adjátok a tapsot, jó? És még plusz feladat, hogy minél gyorsabb legyen, amíg ide ér hozzám újra. Szuper! Ha ezzel megvagyunk, akkor jöhet egy újabb szabály. Amikor a tapsot jobbra vagy balra adjuk, az adott ember dönthet úgy, hogy a tapsot vagy visszaadja, vagy továbbadja. A lényeg az, hogy minél gyorsabb legyen a játék, próbáljuk meg ne gondolkozni, hanem egyszerűen csak ösztönösen döntsünk, hogy továbbadjuk a tapsot, vagy visszaadjuk. Az egyetlen szabály, amit hozzáraknék, hogy bárki, akinél éppen a lehetőség van, hogy a tapsot megkapta, hogy vagy továbbadja, vagy dönthet úgy, hogy visszaadja a tapsot, jó? Tehát, hogy fordít a körön. Ennyi a feladat. Lehet tapscsata, igen, viszont a játéknak a dinamikája az ne vesszen el, tehát hogy ne gondolkozzunk, hogy most fordítok vagy továbbadom, hanem lesz, ami lesz. Mehetünk? Nagyon jó! Így szeretem játszani ezt a játékot. Nagyon jók vagytok. Oké. Plusz szabály az, hogy aki azt gondolja, hogy már nagyon régóta nem volt, de szeretne lenni, akkor mondhatja azt, hogy én. Ha azt mondja, hogy én, akkor hozzákerül a lehetőség, hogy a tapsot jobbra vagy balra adja. Jó? Ezzel is nyugodtan éljetek ebben a körben, amit most én indítok. Szóval még egy szabályt hozzárakunk a játékhoz, lehet használni azt is, hogy én, akkor hozzád kerül a taps, de ha nálad van a lehetőség, akkor ahelyett, hogy tovább vagy visszaadnád, rámutathatsz valakire a körben, és mondhatod azt, hogy te, és akkor neki kell jobbra vagy balra adni a tapsot. Jó, mind a négy szabályt használjátok bátran. Te. Energetizálásra és jégtörésre is lehet használni a balra igen, jobbra nem játékot. Különbség a sima mozdulatos játékokhoz képest, hogy itt már meg is kell szólalni a gyerekeknek, igaz, csak nagyon egyszerű szavakat kell mondani, azt, hogy igen, vagy azt, hogy nem. Körben állunk, és a tanár balra nagy fejmozdulattal elindítja azt a szót, hogy igen. Mindenkinek az a feladata, hogy balra nézve a társának a szemébe azt mondja, hogy igen, így gyorsan megyünk egy kört igennel. Ha ez ment, akkor jobbra a nem szócskát indítjuk el. Nem. És így megy körbe. Több szabály nincs is, balra mindig igent adunk, jobbra mindig nemet, és bárki bármikor megfordíthatja a kört, hogyha visszanéz a társára. Fontos, hogy pörögjön a játék. Igen, nem játék következik, balra körbeadjuk azt, hogy igen. 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 Szenzációs. Jobbra körbeadjuk azt, hogy nem. 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 Nagyon jó, ez nagyon jól megy. Jó, van akinek a nem jobban megy, de mind a kettőt jól csináltatok. Több szabály nincs, jó? Balra mindig igent kell adni, jobbra mindig nemet kell adni. Bárki eldöntheti, hogy mikor fordítja meg a kört, vagy ilyesmi, de mindig balra igen, jobbra nem. Igen. Nem. 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 Igen.
Igen. Igen. Nem. Bocsánat. Olyan szó nincs, de amúgy tök jó. Te kezded. Balra igen, jobbra nem. Igen. 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 Nem. Nem. Igen. 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 Nem. Igen. Nem. Igen. Nem. A Hónaj kutya nevű játék során a játékosok egy plüss kutyát vagy más tetszőleges plüss állatot adnak körbe egymásnak úgy, hogy ezt nem érinthetik meg a kezükkel, csupán a hónaljukkal. Ez egy nagyon jó jégtörő játék, mivel fontos benne a testi kontaktus ahhoz, hogy feloldódjanak, valamint nagyon vicces helyzeteket eredményez. Szóval neki van egy nagyon nagy különlegessége, mégpedig az, hogy Solicitó egy úgynevezett Hónaj kutya. Nagyon szeretne körbe menni most ezen a körön, hogy mindenkihez elérjen, de sajnos őt nem lehet kézzel megfogni, már most csak attól, hogy így egyáltalán fogom is kellemetlenül érzi magát, és érzem, ahogyan szorong. Ő ugyanis azt kedveli, hogyha így a hónaljam alá szorítva tartom őt, mert így érzi a szeretetemet. Profik van. Ha a játékon szeretnénk egy picit nehezíteni, akkor megkérhetjük a résztvevőket, hogy mondjanak egy időintervallumot, ami alatt minél gyorsabban körbe tudják adni egymásnak a kutyát. Hogy szerintetek hány másodperc alatt tudnátok a leggyorsabban körbeadni őt? 30, 25, 25, 40, 10, 60, 25, 25 másodperc? 25 vagy 30? 25. Egyezzünk meg. Legyen 27. Mehet! Grimaszos játék. Ehhez a játékhoz nyugodtan engedjük el a gátlásainkat, úgyis elfogjuk. Lényege, hogy a soron következő ember tesz egy grimaszt, és ad hozzá egy hangot is, például ezt a grimaszt és hangot utána az egész kör egyszerre leutánozza. Utána jöhet a következő játékos. Ha nehezen oldódnak a gyerekek, nyugodtan kössük először tematikához, például utánozzanak állatokat. Most az lesz a feladat, hogy adjunk körbe egy grimaszt egy hanggal, és ezt ti utánam csináljátok. Aztán így megyünk sorba, grimasz, hanggal, és mind megismételjük, jó? Nagyon egyszerű, dobjátok el az agyatokat nyugodtan, mindenki hülyén fog kinézni, szóval minden oké. Most gyors kört megyünk visszafele, most csak valamilyen érzelmet, erős érzelmet, mondjuk egy nem egy vidám érzelmet kifejező kört megyünk, jó? Reméljük, hogy hasznosnak találtátok a videóinkat, nektek pedig nagyon kellemes játékot kívánunk!